A Rádióért szeretlek Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádióér online szélén Székehídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk. Ez pedig itt egy újabb Szeretlek Székehíd című adásunk, műsorunk, én pedig Kis Lóránt vagyok. Itt van velem viszont a stúdióban két másik személy is, és lényegében ez a Szeretlek Székehíd műsorunk már, hát pont, már igazából negyedik fejezete annak a sorozatnak, amikor is górcső alá vettük a székehídi, vagy részben a székehídi önkéntesség, és akár mint intézmény, akár mint konkrétan az önkéntes személyek részéről a taglalását annak, hogy ők hogyan működnek, hogyan dolgoznak. Ugye hát aki már hallotta előző adásainkat ebben a témában, az tudja, hogy nagyjából miről van szó, de semmiről sem lehet lemaradni, mert hogy működik YouTube csatornánk Gőzerűvel, és ez az adás is majd meghallgatható, illetve folyamatosan, illetve bármikor meghallgatható. Elég néhányszor kattintgatni ahhoz, hogy feliratkozzanak a kedves hallgatók YouTube csatornánkra, és ezek után egy-egy jelzésünkkel mindig frissítjük adásainkat, és azáltal a jelzéssel önök is meghallgathatják bármikor érdekes beszélgetéseinket, interjúinkat és érdekes témáinkat is. Hozzá is lehet egyébként szólni az adásokhoz, akár a YouTube csatornán, illetve azon kívül még a Facebook oldalunkon is elérhetőek vagyunk, úgyhogy lehet bennünket hallgatni, lehet nekünk írni, véleményt formálni, lehet bennünket nézni is, hiszen tévéadásunk is folyamatosan megújul erővel, minden pénteken jelentkezni szokott, mint ahogy lesz majd február első felében új érhangja újságunk is. Erről majd még bővebben, akár reggeli híreinkben is lehet tájékozódni, illetve mi is beszámolunk az újdonságokról. Na de akkor nem is szaporítom tovább a szót, hiszen köszöntöm akkor a stúdióban Bíró Orsolyát, mint önkéntesünket, illetve önkéntes fordítónkat a mai napon is, ebben az adásban is, illetve hát most már harmadik felvonulóként, de nem harmadikként önkéntesünket, ugye John Baldwin Quintanillát, úgyhogy akkor majd itt együtt fogunk beszélgetni ebben a közel, nem tudom, akár lehet, hogy fél órában, talán kicsit kevesebben vagy többen, mindenképpen érdemes bennünket hallgatni. Üdvözlök akkor benneteket! Sziasztok! Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Sziasztok! Sziasztok! Igen, már voltak más adásokban olyan dolgok, amikor is elhangzottak a lányok kapcsán, gondolok itt konkrétan akár Albára, amikor is volt vele beszélgetés, interjú készítve, és abban is elhangzott az, hogy milyen a nyelviség kérdése az önkéntesek szempontjából. A kérdésem akkor az lenne, hogyha kérlek fordítsd le Johnnak, hogy bár akkor bele is lovaltam magam a közepébe szinte, de nem baj, hogy hogyan áll akkor ő most jelenleg a nyelvtanulással, illetve hogy mit jelent számára az első kérdésben inkább, hogy itt van nálunk. It was very nice that you greeted also the listeners in Hungarian, and we talked about this language, Hungarian language question, in the previous podcast with yeah. Alba and with Andrea as well. I guess you heard it too. But let's talk about first your feelings. Like, how are you feeling here in Székelyföld? All right. Firstly, I feel cold. But more in general, I feel good. It's quiet and small, very different to Madrid. So for the time being, I'm doing pretty well. It's good to be in somewhere so quiet and small, so where you feel people know each other and all that, so it's being a good and nice experience for the time being. Hát először is, hogy érzem magam hidegen, vagyis fázom. De nagyobb általánosságban véve teljesen jól.
nagyon jó tapasztalat egy ilyen csendes, békés, kicsi helyen lenni, ahhoz képest, hogy például Madrid, ahonnan én is jöttem. Nagyon érdekes érzés, jó érzéssel tölt el igazából az is, hogy érezhető a városban, hogy mindenki ismer mindenkit, hogy van egy ilyen fajta közelség, de mindent egybevetve, igen, jók a tapasztalataim, jól érzem magam, mióta itt vagyok. Pont ebből fakadnak a következő kérdésem is, hogy mint említve volt, tehát John Madridból érkezett, és hogy hogyan talál rá egy madridi fiatal arra a lehetőségre, hogy idejön önkénteskedni Székelyhídra? Erről lehet tudni valamit konkrétabban? You just mentioned that you came from Madrid, so the question is, how does a young person from Madrid find an opportunity in such a little town on the other side, almost on the other side of the whole continent? How did it happen with you? Well, at the end of the day, we do live in a globalized world, and the world is getting smaller and smaller, so it was just through the internet, through an email, saw the opportunity. I had the time of accepting it, because I finished school and all that, so I said, yeah, why not doing it? So it was pretty easy, fairly easy. I mean, I guess it would have been, it was as difficult or as easy to find somewhere here that find somewhere in a big city, because it was just through the internet, so it was by chance, I guess. Hát a végtérése, egy globalizált világban élünk, a világ maga egyre kisebb és kisebb lesz, mindez az internetnek köszönhetően, és így az interneten keresztül talált rá erre a lehetőségre és erre az önkéntes pozícióra, amire ő jelentkezett. Gyakorlatilag időszerű volt ez, pont befejezte John is az alapszakját az egyetemen, befejezte a tanulmányait egyelőre, és úgy tervezte, hogy ezt az üres évet ilyesmire fogja kihasználni, és nyilván sokkal egyszerűbb volt egy kicsi várost, egy kicsi városban egy lehetőséget megtalálni, mint mondjuk egy nagyvárosból kiválogatni, hogy akkor most melyik város legyen, azok közül is melyik pályázat, ami éppen abban a városban fut. Hát, hogy meg igazából szerencse kérdése is volt ez. Mint hogy említve volt, hogy egy kisebb város, nagyobb város kategória Madrid és Székelyhíd viszonyában, volt-e már olyan alkalom, illetve korábban az életedben volt-e már más helyszín, ahol önkénteskedtél esetleg? Did you do volunteering in any other city around the world for like a shorter or longer period of time? The easy answer would be yes. Because when I was 19 years old, I went to Morocco on my own, and there I met a guy, and he said, I'm gonna do some volunteering work with some friends in the mountains, do you want to come with me? I was like, okay, I'll go for some days. So it was more informal, because it was just like, do you want to come? Yeah, okay, I was already there in Morocco, so do you want to come and see the mountains? Yeah, I'll go with you. And then this, from May to August of this year, no, last year, 2018, I was working on an internship in Maputo, in Mozambique, the capital of Mozambique, and it wasn't volunteering work, but it was working on international cooperation, so it was sort of involved. It was an internship, not volunteering work, but it wasn't that broad, let's say, thematic of the volunteering work. Hát a legegyszerűbb válasz az lenne, ha azt mondanám, hogy igen, és akkor ezzel lezárhatnánk a témát, de kifejtette, hogy két alkalomról beszélt részletesebben. Az első, amikor 19 éves korában csak úgy elment Marokkóba, felfedezni a várost, és megismerkedett ott egy másik korabeli sráccal, aki megkérdezte, hogy éppen indulok valahova önkénteskedni, van-e kedved velem jönni? Azt mondta, hogy ha már úgyis ott volt Marokkóban, nem volt semmi kötött programja, csak elment körülnézni,
persze, igen, mondod. Szóval megkérdezték, hogy ó, megyek a hegyekbe, jössz-e velem? Igen, persze. Tehát ez volt az első alkalom, ez teljesen nem formális, nem hivatalos körülmények között történt, egyszerűen csak velük tartott valamilyen tevékenységre, mármint a helyi megismert személyekkel. A második alkalom pedig a tavaly májustól augusztusig történt, amikor a Mozambik fő városában, Maputóban önkénteskedett, ami gyakorlatilag nem önkéntes program volt kifejezetten, de már hivatalos szervezet formában ott töltötte a szakmai gyakorlatát, ami a nemzetközi kapcsolatokról szólt, kapcsolatok kialakításáról, ápolásáról a városban, és ez ennek kapcsán érintette az önkéntesség témáját, kérdéskörét is. Erhangja.ro per rádió. Önkéntesség, ugye, de nem sokan ismerik azt a fogalmat akár, vagy pontosabban nem nagyon látnak bele az emberek abba, hogy mit is jelent önkéntesnek lenni. Miben áll Johnnak a munkája, vagy önkéntességi tapasztalatszerzés, hogyha lehet akkor így fogalmazni akár itt Székelyhídon? Igen, maradjunk abban, hogy akkor mi az ő dolga konkrétan, és akkor egy következő kérdés mondjuk lehetne az, hogy hogyan tudunk elképzelni egy mindennapi programját például. So people don't really have an idea about how many things, how many roles can you have or how many activities can you have as a volunteer, what are you actually doing here or anywhere in the world as a volunteer. What is your duty here in Sequien in this project and how a day of yours look like? All right, so in general terms, my duty here is making films on cultural identity and cultural heritage in Sequeni and the area in general. And then if you dissect that into, I have to film, find people to interview, edit, etc., etc. And then parallel to that, I do once a month a cultural event where I present an aspect of Spanish culture to the people of the city. De a tevékenységem alapjáraton egyben megfogalmazva az, hogy filmeket forgatok kulturális identitásról, kulturális örökségről. Ezen belül, hogyha ezt le akarom bontani, akkor az azt jelenti, hogy elsősorban filmezek, persze, alanyokat keresek interjúkhoz, ezeket a videóanyagokat megszerkeztem, és így alakulnak ki ezek a videós munkák. A másik része pedig a tevékenységemnek, ami nem a filmezéssel kapcsolatos, az, hogy kulturális eseményeket szervezek havonta egyszer, ahol a spanyol kultúra egy szeletét ismertetem meg azokkal, akik eljönnek és érdeklődnek ez iránt. Ugye ebből azért nyilván az is kitetszik valamennyire, hogy nyilván kell érdekelni is az, amivel foglalkozik, tehát filmezés és egyéb témák. De mit csinál az a John, aki szabad idejében tevékenykedik, mivel foglalkozik legszívesebben? So that's the activity of the volunteer John. Mm-hmm. But what is John doing in his free time, like the non-volunteer John? All right. So the non-volunteer John is involved in probably more projects than it should, because it's a bit of a nightmare sometimes. But I write articles for different newspapers in Spain, so I'm sort of busy with that. I have a podcast on politics and philosophy and sociology and all that stuff that keeps me quite busy sometimes, more than I should, because even though there's just a program every 2 weeks, which is not much, as every 2 months I bring someone new, I like to do some research on the topic, read articles of that person I'm bringing, read books if they have books published, so it takes a bit of time. Hát a szabadidőmben talán több mindennel is foglalkozom, több projekttel is, mint kellene. Ezeknek egy része az, hogy különböző újságoknak írok cikkeket.
A másik rész az, hogy van egy podcast sorozatom, ami nemrég indult, ami gyakorlatilag nagyon-nagyon sok munkával jár. A témája igazából politika, filozófia, szociológia és ezek szövevénye, mert ezek nyilván nehezen elválaszthatók egymástól, de ez elég sok időt elvisz, sok munkát igényel. Ha azt veszem figyelembe, hogy keresnem kell egy személyt, akivel beszélgetek a podcast során, mert ez egy beszélgetés alapú dolog, kutatok azután a személy után, hogy tudom vele felvenni a kapcsolatot, ki ő, mi a munkássága, hol ismert, mivel foglalkozik pontosan. Ha vannak cikkei, azokat elolvasom, ha van neki más podcastje, meghallgatom, ha van könyve, akkor elolvasom, és így tovább, tehát ez egy elég széles körű tevékenység. And then, besides that, that would be like more work-focused, even though it's not work, I do enjoy a lot here, just peace and quiet, and reading and all that, and I'm starting to grow in habit, I would say, on just, I have a bike here, so just getting my bike and riding it for a few hours without, like, randomly getting roads around here and all that to see where I go with my camera, because I'm a photographer and I like it a lot, so just getting lost with my bike. It's been a bit tough these last few weeks because there's a lot of snow, and I found out I'm not very good biking in snow. So it takes like 5 hours to do a kilometer or something like that. But I'm enjoying it a lot. So basically reading, biking, traveling, going to Oradea. It's been good. Illetve újabban egy új szabadidős tevékenységet találtam ki magamnak, mert hogy jó, amikor éppen nem akarok csinálni semmit, akkor egyszerűen csak olvasok, vagy ilyesmi, és élvezem a város csendjét. Viszont olykor, mivel van itt egy biciklim, amit itt helyiektől kaptam kölcsön, az egyesülettől, néha fölpattanok a biciklire, és elmegyek, tekerek egy pár órát a fényképezőgépemmel együtt, és fotózok, mert amúgy fotós vagyok, és nagyon imádom ezt csinálni. Úgyhogy fel kellett fedeznem, hogy nem vagyok annyira jó havon biciklizésben, mert ugye az elmúlt pár napban ez elég nagy kihívás volt, mert sár és hó volt mindenütt, de kb. Olyan 5 órába telt megtenni egy kilométert, de ettől függetlenül nagyon élvezem, és jó itt lenni, szeretek itt lenni. Ugye azt már tudjuk nagyjából előző adásokból, az önkéntesekkel való beszélgetésekből, hogy ugye ők 8 hónapot töltenek itt Székelyhídon. A kérdésem konkrétan az lenne, hogy mi lesz Johnnal 8 hónap? Hát most már nem 8 hónap múlva, de mi lesz John, amikor letelik ez a 8 hónap? Mi fog történni az életében? Hova megy haza? So, we got to know already from the previous discussions, previous podcast with the girls that you came for, all the three of you came for an eight months period. Correct. Do you already know what are you going to do after your 8 months are over in Szekújhegy? Where are you going home? Well, hopefully I'm starting a master's. I did my application, like I sent everything yesterday. So we'll see. It's like for the next few months there'll be silence until I find out, and if I don't get, the plan is getting into a master's somewhere. This is my first option, and I have another few options, but yeah, I enjoy a lot university, and I enjoy a lot academia and studying and all that, so my plan is to continue an academic formation after this. And a terv az az, hogy elkezdjék ősszel mesterizni. Ugye, mint egy ilyen zárójelben ilyen szerkesztői információ, hogy ugye a lányok, akikkel már lefutott az első két podcastők, ők januárban érkeztek, tehát nekik a 8 hónapjuk augusztus végén jár le. John viszont november első hete óta velünk van, tehát az ő 8 hónapja hamarabb letelik. És akkor ugye előtte lesz még a nyárnak jó része, és ősztől
zárójelbe zárva, tehát hogy ősztől mesterizni szeretne, jelentkezett is egy nagyon színvonalas egyetemre, ahova most már minden szükséges iratát és dolgozatát és rezüméjét elküldte, aztán most pár hónap csönd következik, míg megkapja az eredményt, de van BCD terv is, hogyha ez nem jönne össze, de minden esetre ez a fő cél, hogy ősztől valahol valami szakon, amit ilyen nagyon érdekli, mert elkezdjen mesterizni, mert nagyon élvezi az egyetemet, az akadémiai légkört, a tanulást, az újdonságokat, amikhez hozzájuthat egyetemen, az egyetemi oktatáson keresztül, úgyhogy ez lényegében a fő cél. A Rádióér Szeretlek Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádióér online szélén Székehídvárosról beszélgetünk itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk. Esetleg terben van-e még a közeli, akár távolabb jövőben, hogy továbbra is mondjuk önkéntességgel foglalkozzon, vagy akár a világ egyéb más pontjára ellátogasson ilyen módon? Do you have in mind to participate in more volunteer services, like in any other services outside the EVS or outside Europe or wherever in the world? I don't know. For the time being, I don't have any plans, but I've been researching in the last few weeks about Calais in France, where there's like this massive refugee camp, and I feel that it was spoken a lot about it in 2016, 2017, and it's sort of been forgotten, but there's still hundreds of thousands of people there. So I thought I might go there and do some research and work with them and all that. Don't know if as volunteering work, if as some sort of journalistic work or whatever, but I am thinking on going there and being in contact with it, because it's weird how it's been forgotten and all those people are still there, but no one talks about it, and it's Europe and it's our continent and we should be aware of it and after all these years be ashamed of it. So yeah, maybe I'll do something on that. I've been thinking about it for the last weeks, but outside of that I haven't thought about any other volunteering work. Van egy dolog, amiről többet gondolkodtam, más egyéb önkéntes lehetőségről egyelőre nem annyira. Sokat olvastam az elmúlt néhány hétben a franciaországi Calais-ról, azon belül is arról az óriási menekült táborról, amiről rengeteget cikkezett a sajtó a 2016-17 folyamán, aztán egyszerűen csak mintha elzárták volna a csapot, nem jött több hír. Pedig az a tábor, az a menekült tábor most is ott van, most is százezrek élnek benne, de valahogy így a feledésbe merült. És azon gondolkodom, hogy az nagyon érdekelne, hogy oda menjek, valamilyen féle módon kontaktusba kerüljek azokkal az emberekkel. Aztán lehet, hogy ennek a formája az lesz, hogy a tábort működtető szervezetnél, vagy szervezetek valamelyikénél önkéntes leszek, és úgy fogok valamilyen kutatást ott végezni, vagy lehet, hogy ez nem önkéntes formában történik majd, hanem lehet, hogy úgy megyek oda, mint mondjuk újságíró, vagy mint sajtófotós, és interjúkat, vagy fotósorozatokat készítek majd. De valamilyen formát biztosan fogok találni rá, mert ez nagyon érdekel, mert ez
Calais, Franciaország, Európa, a mi kontinensünk, nem hunyhatunk csak így egyszerűen szemet e felett, hogy ez a hely létezik, és hogy ott van, és hogy cikkeztünk róla 2 évig, aztán semmi. Nem, emiatt is nagyon, nagyon érdekel, és nagyon vonz ez a hely. Hogyha már kapcsolatteremtés emberekkel, ugye mondjuk a Calais-i téma is ezt is jelenteni valójában, és kapcsolatteremtés azáltal is valaki között az, hogyha mondjuk, amint említetted, fotósorozat készítés történik, akár sajtó, akár magánúton. A kérdésem igazából az volna, hogy említetted John, hogy szeret ugye fotózni, és itt is, amikor bringázni megy jobbra-balra, akkor viszi magával a gépét, és onnan kattogtat rendesen, hogy nem-e gondolt esetleg olyanra, hogy egy kilátást lehetne ezekből a helyi fotókból itt majd Székelyhídon csinálni? Vagy hogyha nem, akkor ötletként mondom. Lori likes very much your hobby, this photo shooting thing, because you talked about this as a possible way of making contact with people, either in Calais, either wherever in the world, and he likes very much that you go on tour in Sequien and make photos. Did you think about, or if not, let's have it as an idea, he said. Did you think about making an exhibition of your photos in Sequien? Like about your photos in Sequien, or about the photos what you made earlier? Yeah, that would be great. Haven't thought about it, but after a few months, we could think about it. I would be honored about it. The thing is, for the last 2 months, let's say, I've had a creative block, basically, that is happens to every type of people that produces any type of creative work, writers, photographers, painters, whatever. And it's that you stop feeling inspired and you stop really wanting doing. So I've had a creative block for the last 2 months, I guess, more or less. And the other day I was talking with some friends that they are also photographers, graphic designers, blah. And I was like, this is the situation. So they gave me a few tips, like when this happens to me, because it's not my job, but if you're a graphic designer, you can't afford to have a creative block because you need to pay rent. So you better be creative and do well your work, because if not, you're fired and you have to pay your rent and your food. So basically what I've, after talking with them, they said, just carry your camera everywhere and photos will start to appear. So for the last few days, I've been carrying my camera everywhere, basically, and taking a few photos every day. So I'm starting again to feel the rush of now making work and doing so. So yeah, we'll think about that exhibition after. If I keep on this rhythm of taking my camera everywhere and shooting a few photos everywhere, in 5 months' time, I'll have a big collection of photographs to choose from. So yeah, we'll see how that works out. It's a good idea, I like it. Tetszik az ötlet. Igazából az elmúlt nagyjából 2 hónapban kicsit ilyen kreatív stop történt. Nem jött úgy az inspiráció, nem volt igazából kedvem, vagy nem láttam a lehetőséget, hogy akármilyen kreatív dolgot műveljek, akár fotózást, akár más egyebet. Viszont beszélgettem erről a dologról különböző barátaimmal a világ körül, akik szintén fotósok, vagy belső dizájnnal foglalkoznak, vagy ilyesmi, és végül is rájöttem, hogy én szerencsés helyzetben vagyok, mert hogy én nem ezzel keresem a kenyerem, tehát például a belső designer, belső építész barátom nem teheti meg, hogy tart 2 hónapot, amikor nem kreatív, mert akkor kirúgják, és nem lesz miből fizetni az albérletét. Tehát, hogy no. És akkor ők adták, a barátaim adták azt az ötletet, hogy csináljam azt, hogy bárhová megyek, mindenhol vigyem magammal a fotógépemet, a fényképezőgépemet, és akkor a fotók azok majd így jönnek, majd elkezdem látni őket, vagy meglátni azt, amit érdemes lefotózni.
úgyhogy igen, ennek pár napja így intenzívebben nekifogtam, csináltam is pár jó pár képet az elmúlt pár napban, aztán igen, nincs kizárva, hogyha ebben a tempóban haladok tovább, megérzem a sodrását ennek a mindenhova magammal viszem a fényképezőmet a dolognak, akkor nem kizárt, hogy igen, 5 hónap múlva lesz egy tartalmas kiállítás ebből. Köszi az ötletet, nagyon tetszik. Bármikor. Majd segítünk megvalósítani, és hogyha úgy van. Lori is here for a good idea for you anytime. We can help realizing them. So yeah, perfect. Ugye most már itt vagy november eleje óta Székelyhídon, tehát eltelt egy kis idő, lényegében 3 hónap, mióta itt vagy közöttünk. És igazából arra lennék kíváncsi valamilyen módon, bár ez általában hát bevett kérdés, de kicsit olyan gicsesnek is tűnhet, vagy nem tudom, szó szátyárságnak, hogy mi valakinek az üzenete valaki felé például, hogy benned van-e valami olyan kialakult dolog már képként, érzésként, üzenetként az itteni emberek számára, ami nem tudom, felmerült-e benned ilyesmi egyáltalán? So, Ron, this next question might seem like, or might sound like a cliche, or it might sound gitchy, but still, you are here for 3 months, you've been seeing how people are living here, how things work. Did any sort of message get shape in your head, like a feeling or a picture or like a message or something, what you would like to share with the listeners, with the inhabitants of the city? It's a complicated question. I do like the sense I have. I'll reformulate the response, the answer. I get the feeling that there's a strong feeling of community here. And I think that feeling of community is very important. As I said, I come from a big city. No feeling of community at all is impossible in a city with 4 million people. There's, well, for example, one of the things I like from a big city, the sense of being anonymous all of the time. You go on the metro, you can, don't know, you can shout, cry, anything you want to do. No one's gonna know you, no one's gonna know. Everyone who sees you there will think, well, this guy's a weirdo, and after that, they're gonna forget about you. Well, that is impossible in a small city because everyone knows everyone. There is a strong feeling of community that I like a lot. Knowing everyone, walking in the streets and saying hi to the people, knowing the people at the shops. I do like that a lot, and I think it should be preserved and protected because it's a fact that small villages, especially small villages near large cities, are shrinking and disappearing because life in the city is easier and faster and you have everything you need next to you. So I would say to the people of Sequeni, even though it might sound a bit hypocritical, because I live in a big city and I like living in a big city, that the sense of community should be preserved. And it's a beautiful thing to have, and I don't know if they realize, but coming from the outside, you do realize there's a sense of community. It's like a big family, so probably if you've lived it for all your life, you don't realize it, but when you come from the outside and see it, you do realize it. Ami igazából így az elmúlt hónapok alatt megfogalmazódott bennem, amit így megfigyeltem, vagy ami feltűnt, és amit nagyon-nagyon kedvelek Székelyhídban, az, hogy van egy nagyon erős, nagyon-nagyon erős közösség érzet. Nyilván neked, vagy nekem, bocsánat, nekem, aki Madridból jövök, amit nagyon szeretek és nagyon élvezek, mint nagyváros, izgalmas, nagyon jó érzés az, hogy gyakorlatilag egy
senki vagy, úgymond egy akkora nagy 4 milliós nagyvárosban, mint Madrid. Az, hogy teljesen névtelen vagy, bármerre mész, bármit csinálhatsz, mert senki nem fog megjegyezni, senki nem fog ismerni, ha mész a metrón és ordítasz, vagy sírsz, vagy bármit teszel, maximum úgy fognak rád nézni az emberek, mint egy fura alakra, de ennél semmi több nem történik. Ezt a részét élvezem a nagyvárosnak, viszont nyilván ott közösség érzést kapni lehetetlen, mert óriási a tömeg. Itt viszont Székelyhídon ez az érzés nagyon erősen jelen van, és azt gondolom, hogy erre nagyon, nagyon kéne vigyázni, és nagyon kéne ápolni, megőrizni ezt az érzést, mert nagyon jó az, szép, amikor az emberek jönnek, mennek az utcán, ismerősök köszönnek egymásnak, amikor mindenki ismeri a boltban egymást, a boltost is, meg a többi vásárlót is, és ez szerintem egy tök vagány dolog. Nem akarok most ilyen intelmeket vagy kritikát megfogalmazni, de azt gondolom, hogy érdemes lenne erre több hangsúlyt fektetni az itt lakóknak, és jobban vigyázni erre, jobban őrizni ezt a közösségi érzést, mert lehet, hogy azok, akik benne élnek, azoknak már nem tűnik fel, mert ebben születtek, ebben nőttek, ebben öregszenek meg, teljesen, ez teljesen valami egyértelmű dolog, ami folyamatosan jelen van. Viszont nekem, aki a külvilágból jövök, egy óriási városból, ez szemmel látható, érezhető, és azt gondolom, hogy valami olyasmi, amire vigyázni kell. Érhangja.ro per rádió. És akkor hát egy utolsó kérdés is lenne még, amikor is hát arról van szó, hogy bár az elején megkérdeztem, illetve utaltam már az adás elején erre a dologra, hogy ugye nyelvtanulás, nyelviség, és hogy hogyan lehet ezt hát talán még könnyebben megtanulni, vagy esetleg helyileg kommunikálni az emberekkel olyan módon, hogy úgy még könnyebben megtanulni a nyelvet, illetve hogy ők hogyan tanulják a nyelvet, mert hogy van egy ilyen része az önkéntességnek, ugye, hogy hát ha nem is kötelező vagy kötelező valamilyen formában, de ahol járnak, azt a helyi nyelvet el kell valamilyen formában sajátítani. Hogy áll ezzel, John? The last question is, Lori did mention already the question of linguistics, the question of foreign languages at the beginning, and now he's turning back to it. How are you doing with learning Hungarian language? How is it easier? How is it harder? Did you find a way how you can learn easier? Or how is it going with you? All right. I love languages. I love linguistics. I love structuralism as a philosophical current that understands that knowledge comes from how your language is structured, and Hungarian specifically in this sense is an amazing language because as is an agglutinating language, you see where it comes from, what's the thought process behind the word, while Spanish or English would have this word for this and this word for this. Hungarian has this, like, you can dissect the word and see where is it coming from, which is amazing, but that makes it so difficult to learn. So difficult to learn. And as the word order doesn't make sense at all, it's like Yoda from Star Wars has decided to create his own language, and he has this here and this, no sense at all. So it is being amazing and fascinating, but not proliferate at all, because I love doing my lessons and seeing where it comes from and learning the words, but then I finish and I'm like, I forgot everything. So it's fascinating in one hand, but what makes it so interesting makes it difficult at the same time. So there's like a clash between, I wished it was easier so I could learn it faster, but I love how different and difficult it is because it makes it really interesting.
as we'll translate this and I'll continue. Hát filozófiai szempontból nagyon élvezetes a nyelv, és nagyon érdekes megismerni, ugye, hogy egy ilyen szintén filozófiai szempontból ilyen strukturalista, tehát hogy ilyen rendszer szerető, és ugye az a strukturalista elv azt mondja, hogy amilyen az a nyelved, olyan az életviteled, vagy úgy rendezed magad körül a világot is. Ilyen szempontból nagyon kíváncsiságot felkeltő dolog vizsgálni, vagy próbálni megérteni a magyar nyelvet. Ugye ráadásul egy agglutináló nyelvről van szó, ami azt jelenti, hogy minden szónak úgy adunk értelmet, hogy toldalékolunk, tehát hogy mindenhez hozzáteszünk valamit a végére, és ezer dolog valamit a végére tudunk tenni, hogy ezt aztán különböző értelemre formáljuk. Ilyen szempontból lenyűgöző. Na aztán, amikor el kell kezdeni megtanulni, akkor jön a nehéz rész. Egyszerűen lehetetlen. A spanyol nyelvben gyakorlatilag csak tesszük egymás mellé a kötő szavakat, segédidéket, kifejezéseket, és az akkor teljesen rendben van, és értjük, hogy miről van szó. Ezzel szemben a magyar nyelvről teljesen másképp kell gondolkozni, teljesen más a szórend. Egy szónak ezer értelme van, olyan dolgok is, amik abszolút magához a szóhoz egyébként nem köthetőek a magyar nyelvben. Tehát, hogy csodálatos egyedi alkotás a magyar nyelv, viszont megtanulni nagyon-nagyon bonyolult. Gyakorlatilag egy ilyen harc folyik az ember fejében vagy lelkében, hogy egyrészt ott van az, hogy bárcsak egy kicsit könnyebb lenne, hogy könnyebb legyen megtanulni. A másik oldalon viszont ott van ez, hogy olyan gyönyörű, amit attól, hogy ilyen bonyolult, és hogy minden porcikáját fel akarja fedezni az ember. Tehát, hogy ez a kettősség jellemzi azt, hogy hogyan próbálom elsajátítani, vagy megérteni, hogy hogyan működik a nyelv maga. Én köszönöm is egyébként mind a kérdéseket, illetve a kérdéseket, hát már butaságokat beszélek. Tehát köszönöm a válaszokat egyébként, illetve a te segítségedet abban, hogy fordítottál nekünk. És hát zárásképpen igazából csak megnyugtottam Johnt egyébként, hogy lesz itt még mediterrán meleg is majd május-június környékén, szóval az a hideg, ez bennünket is azért meg szokott viselni. Nem kell aggódni, tehát lesz még kánikula is, még el fogja azt az időszakot valószínűleg kapni, tehát május vége júniusban még itt lesz azért, úgyhogy akkor meg még jobb esetleg bringázni is, vagy fotózni, hiszen a táj is folyamatosan változni fog közben, úgyhogy igen. Let Lori make you some or give you some good news. And starting from May, June, we are also having some Mediterranean temperatures. Yes. So it will be much better for you. And believe us that this cold weather is not a friend of ours either. But you will have nicer weather to ride your bike and do the photos and all sorts of things like that. És akkor ezúttal is köszönnék egyben, még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velem a stúdióban. Ezzel lényegében nagyjából le is zárult az önkéntes sorozatunk. Ugye ez lényegében négy részből tevődik össze, ezeket úgy lehet hallgatni a YouTube csatornánkon, illetve lehet élni egy feliratkozási lehetőséggel is YouTube csatornára, néhány kattintással elérhetőek vagyunk ott is. Lehet bennünket követni Facebookon is, mint ezt már adásunk elején elmondtam. Köszönöm mindenkinek a figyelmet! Sziasztok! Thanks for coming! Köszönöm! A Rádióért Szeretlek Székehíd című műsorát hallgatják. A Rádióért online szélén Székehídvárosról beszélgetünk, itt élő emberekkel, az itt élő világról. Helyben vagyunk. I got to move.
too.